Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. Szombaton rendezte hagyományos sportnapját a Mozgássérültek Ajkai Egyesülete. Elsőként erről számolom be Önöknek. Ez a 25. rallink, autoralli, és a 6. horgászverseny nemzetközi. Szlovénia Velenje városból jönnek sorstársaink, ugyanúgy horgászni és rallizni is. A ralli az abból áll, hogy egy autóban négyen ülnek, térkép alapján kell elmenjenek egy helyre lengőtekkézni az egyik utas, a másik utas a lőtéren lő kis puskával, aztán közben megcsinál a gépkocsi vezető egy kis rutin feladatot, majd dárcozik a negyedik utas, és akkor időre is nem jöhettek föl. Egy órás időtartam volt, hogy ide felérjenek. És hát kérdezzem, meg a rally ötlete az honnét jött? A rally ötlete tulajdonképpen a 89-90-es évek elején a szlovénektől. Ők hívtak meg egyszer minket, és nekünk megtetszett, és azóta csináljuk. Ugyanazt kell csinálni mindenkinek, mint az egészségesnek. Nekem éppen úgy kell autót vezetnem, mint egy egészségesnek. Lengőtek, dárc, lövészet, mindent úgy kell csinálni, mint az egészségesnek. És ez jó kis buli, szerintem. És hogy látja a rendezvényen résztvevő emberek számát? Egyre kevesebben vagyunk, még szerencse, hogy az egészségesek jönnek közénk, mert sajnos a mozgássérültek, illetve a sérültek nem mozdulnak ki. Nem fordítanak. Ezt az egy napot is sajnálják arra fordítani, hogy hát egy kicsit talán kimozdulok otthonról. Oda viszik neki az internetet, oda viszik neki a tévét, és aztán nem mozdul ki. Aki meg idős, az meg azért, hogy én már öreg vagyok, itt fáj, ott fáj, nekem is fáj sokszor, de olyan, ilyenkor elfelejtem a fájdalmat. Szóval ez egy olyan jó, hogy együtt lehetünk a fiatalokkal, az egészségesekkel, és mi sérültek is együtt vagyunk. Az Ajkai Mozgássérültek Egyesületének hány tagja vett részt a versenyen? Hát a tagságom 328 fő, abból hát azt mondja 7 autó indult a szlovénekkel együtt, tehát 6 ajkai, a 7. a szlovén, és 10 horgász volt. És jövőn terveznek hasonló rendezvényeket? Hát igen, bár azt mondtam, hogy többet nem csinálok, de nem tudom megállni. Szóval elérkezik a jövő év, akkor már na, csináljuk tovább, szóval ilyen vagyok sajnos, úgyhogy szeretnénk csinálni. És szeretnénk, hogyha a sérültek jönnének. Nem csak mozgássérült, jöhet a süket is, jöhet a vak is. Segítséget kérjen, és akkor a látássérült. Hát miért ne? Hát az is tud valamit csinálni, biztos. Lengőtekét, a golyót elengedi. Hát miért ne? Hát az, szóval tényleg ezért vagyok bánatos, hogy egyszerűen nem akarnak kimozdulni a sérült emberek. És amennyiben Szlovéniában van verseny, akkor oda esetleg ellátogatnak? Igen, de most úgy vagyunk, hogy mivel önekik is az anyagi helyzet nehezebb, hát ország, világszerte így van, egyik évben mi megyünk, másik évben ők jönnek hozzánk. Úgyhogy minden évben így találkozunk.